Sziasztok! Ebben a videóban össze fogjuk hasonlítani az amerikai és a magyarországi Lidl árait és termékeit. Az árakat dollárban fogjuk mondani, mivel az árfolyam folyamatosan változik. Most 2022. március eleje van, és hogy tudjatok viszonyítani, egy USA dollár 350 forintot ér. $4.25 a benzin. Még állítólag Amerikában soha nem volt ilyen drága. Hát emlékszem, 2020-ban úgy jártam dolgozni, hogy kevesebb, mint a fele ennyit fizettem. 1,85. 1,80 dollár. És az megfelel 4 liternek. Most át kell mennem. Tehát mondom tovább. 4,3-as értékelés Google szerint. Ez itt a Lidl. A Lidl Európa egyik vezető diszkontáruházlánca, ami összesen 32 országban van jelen, közel 12.000 üzlettel világszerte. Magyarországon 2004-ben nyitott meg, és jelenleg 191 boltja üzemel, míg Amerikában 2017-ben nyílt, és 186 boltja van. Egy átlagos Lidl mérete Amerikában 2000 négyzetméter, míg Európában ennek a fele 1000 négyzetméter. Az amerikai üzleteiben több mint 4000 féle árucikket forgalmaznak, míg Magyarországon átlagosan 1700 terméket. És most menjünk be, és nézzük meg az árakat. Nem pazaroljuk a műanyag szatyrot. Itt kell 25 centes? Nem. Magyarországon hány forintost raktunk bele? Te emlékszel még? Nem. Itt van a legjobb péksütik, ez mindig ezzel kezdjük. Olyan csak iskolászont már kérek is. Olyat? Aha. Ez a kedvencem. Ez a sima croissant is 1 dollár. Mennyit kérsz? 69 cent. Ebből kérsz? Uh-huh. De ez vanilla twist, chocolate vanilla twist. Ez a show. Itt behoztam a magyar Lidl-nek az oldalát. Azért itt van egy-két dolog, ami hasonlít, de teljesen új dolgokat is találok. Itt még sosem, például gyulai csípős kolbászos tekercs, ilyet még nem is láttam. 129 forint, ezek ilyen 100 forintok. Igazából nem lehet csak úgy átfordítani, hogy most 1 dollár, akkor az 350 forint, mert azért nem is ugyanannyit keresnek itt az emberek, meg az árfolyamok is folyamatosan változnak. Például ezt a tejbrizses rétest ezt kipróbálnám, ez ilyen nem volt itt. Én hozok almát. Narancs. 6 darab narancs. 3 dollár 50. Kedvencem a zöld alma. Igen? Uh-huh. 4,57. Red potato, 2,49. Ó, ez a sima krumpli. 2,49. Annyit még el szeretnék mondani itt az összehasonlítással kapcsolatban, hogy amiket megtaláltunk itt a Lidl weboldalán, azok többnyire akciós árak, és minden 1 kilóra van beárazva. Az amerikai oldalon a jelenlegi árakat, és különböző súlyú adagokat mutatunk, amit átváltottunk kilóra, de a súlyokat nem változtattuk meg, szóval az mindig változó. Igazából nem teljesen összehasonlítás, hanem
megmutatjuk, hogy mekkora mennyiségért mennyit kell most itt fizetni dollárban. 10.38. Egy ilyen narancs. És mindig oda van írva alulra, hogy az pándja. Aha. Jó nehéz. $1.30 pándja, az azt jelenti, hogy fél kiló. Itt is a paradicsom, 2.39, az egy fél kiló. Ezt tudni kell, hogy a kiírt árak nem tartalmazzák itt Amerikában az áfát. Ezt később a fizetéskor szokták hozzáadni. Mondjuk most ebben az esetben nem fog számítani, mert New Jersey-ben nincsen adó az élelmiszerekre, csak nagyon kevés kivétel van. Oké, rákcsálnivalók, pisztácia, én $4 körül van. Ez a kicsi? Aha, ez csak kicsi. Fél kiló banán, 55 cent. Ó, 47 cent. Vannak ilyen előre elkészített dolgok, be van pácolva a hús előre. Ez a kedvencem. A brokkoli cheddar leves. $5 egy ilyen dobozzal. Ez a Lidl márkája. Jó, ja, ez a Lidl-é. 1.25. Ehhez hasonló is van otthon. Bacon. Gondolom már reszelt sajt is. Jaj, melyik a túró? Ez a túró. Na ez nem jó. Én nem szeretem. Nem, egyszerűen nem olyan, mint az otthoni. A képen olyan, mint az lenne. De ez ilyen folyékonyabb. Én nem szeretem ezt a túrót. Azért, mert ez alap nincs megézesítve, mint a magyar. Ha rendes túrót akarunk, akkor mindig ilyen orosz, lengyel boltba lehet kapni. Ez a tejfő. Ez $2.18 a tejfő. Ez sima vaj. 2.70. A görög joghurt. Na azt akarom. Na, görög joghurt. Ez a nagy görög joghurt. Ez a legjobb, tele van fehérjével. 17 g fehérjével, veszek is egy ilyet. Nem veszünk, mert három van otthon. Három van otthon. Úgy is kell. Nem akarsz vaníliásba most? Nem. Csak a sima jó. Van a pulóverek. $12. Ez nagyon jó. Jeges kávé. 3. És 3.56. Nem tudom, ott van a Kinder Pingvi, ez majdnem teljesen ugyanaz. 3.19. Nagy kefír.
239, nem organikus, organikus 359. Ezek nagyméretű tojások. Mert itt van 1 dollárért 12 tojás. Ilyen előkre készített kaják. Gondolom otthon is van ilyen. Ez milyen tészta, Evelyn? Olasz. De hogy mi van benne? Csak egy ravioli. Sajt van benne. Egy 25 és benne van 10 darab. Csak be kell rakni a pirítósütőbe reggel. Meg fagyasztott teper. Blueberry. Áfonya. Áfonya 7 dollár, de ez jó nagy csomag. Uh-huh. Ez cheesecake. Ilyen nem hiszem van otthon, mert ilyet nem ettem otthon. De van otthon. Cheesecake mindenfajta ízbe. Kóla. Ez van otthon is. Hamis kóla. Nem hamis, a Lidl kólája. Jó, ez a Lidl kólája. 75 cent. Itt nagyon olcsó a kóla. Coca-Cola. 1,76. Ezek ilyen fájdalomcsillapítók. Itt a boltban lehet kapni ezeket. Na ezt szeretjük. 1000 mg C-vitamin. Több tasak, vízzel kell összekeverni. Van benne 10 tasak. Ez 5 dollárba kerül. És tasakonként van 1000 mg. Ez nagyon jó. Az Advil fájdalomcsillapító. Ez 4 dollár. Két dollár. Mit csinálsz? Keresek valami tusfürdőt, de nagyon kevés a választék. Van egy csomó tusfürdő. Épp, hogy nincs. Minden az egybe olyan van. Ezek micsodák? Berakod a vízbe. Aha. És akkor egy fürdésre egy ilyen kell. Aha. 349. Hol van a? Ott. Ó, 349. Az drága fűrés akkor. Kinek? Fekete szappan. Fekete? Aha, figyelj, afrikai fekete szappan. És fekete is? Aha. Érdekes. Hát ez nagyon jó, sok vitamin van benne. És ez a Lidl-nek a márkája. Érdekes. Vegyünk új fogkrémet, ami egy kicsit... Nézd csak ez, ha sampon? Nem, kondicionáló. Az sampon? Nem, kondicionáló. Hajkondicionáló. Várja, fogkrém. Aha. Ezek ugyanezek vannak otthon. Colgate. 362. Ez így elég egyszerű összehasonlítás lesz. Sensitive. 465. Jó, múltkor ilyet vettünk. Alig vártam, hogy elfogjon, véletlenül vettük. Még régen hogy szerettem ezeket a gyerek fogkrémeket. Húha.
Ez férfi tusfürdők. Nagyon jó illatuk van. Ez a kettő fajta van. Jó, mint valami italos palack. Aha, 5,97 egy darab. Na, ez itt a lomos. A kedvenc részlegem. Ez nagyon jó. Ez a kötél, ez amúgy egy nagyon jó edzés. Én mindig csináltam, amikor még versenyeztem. $39, nem olyan vészes. Nem tudom, mennyire lehet nehéz. Hát emeld meg, ezt megtudod. Semennyire. Semennyire. Figyelj, ennyire nehéz. Na jó, de azért tudod azért lebegtetni, az milyen jó. Hát nem, mert a gymben nem bírom el a kötelet. Csak vérnyomásmérő. Az árulnak itt mindent, ahogy látom. Kétszer ugyanazt sose látom. Húha, szerszámok. Na, itt nem szabad szerszámot venni szerintem. Nem bízok benne. Ez azt szeretem Amerikában, hogy itt bármi nem kell, vissza tudod vinni. De hét után, két hét után megvan a számlád, nem is kell sokszor a számla, mert elég, ha megvan a kártyád, amivel fizettél, és visszautalják. Most is mondom a munkatársamnak, hogy már mondom, vettünk egy dinnyét, és rossz volt. Hogy nem úgy, hogy nem íz lett. Azt mondja, miért nem vitted vissza? Hanem dinnyét. Azt mondja, persze, mindig vissza, hogyha nem ízlik neki. Visszaadják azonnal. Én odaadtam a mókusoknak, úgyhogy késő. Na, nézd, ez a cipő olyan, mint a Tommy Hilfigernek a hamisítványa. Már jönni fog a húsvét? Itt vannak már a húsvét ajándékok. $15 és speedbag. Az a baj, hogy ez gyerekeknek van. Nem nekünk való. Még Coca-Cola-s poharat is lehet venni. A fényektől nem látszik, de Coca-Cola felirat van rajta. Horgászbot. Mondom, nem a legjobb fajta horgászbot, de azt is lehet kapni. Ez micsoda? Evelyn. Ha? Ez ilyen túrabot? Túrabot. A cukor és a liszt. Ó, na egy cukor, ez ugyanakkor, mint itt van. Mennyi? $2. $2. És ez mi ez mellette? Liszt. De ez a nagyobb fajta liszt. Több mint 2 kiló liszt. $1.5. És ez, amit otthon is lehet kapni. Én otthon a Tesco-ba ilyet tudtam már venni. International osztályon. Ritkán eszünk, de nagyon jó néha. Itt van a Lidl-nek is. Milyen szirup ez? Juhar. Juhar szirup. Van a Lidl-nek is juhar szirupa. 1,29-ért. Na itt a fehér csoki, amit szeretek. Ezért szeretünk ide járni, mert ezek a német csokik vannak, amiket sokkal jobban szeretünk, mint az amerikait, mert én ezeket a vannak ezek a Hershey's, meg ezek, de én nem szeretem. Sokkal jobbak ezek a német csokik. Te jó. Mennyi itt az áfa? Élelmiszerekre nincs áfa. Jó, de ebben van 7 csík. Na itt a Hershey's. Mindenhol van, $1. Egy ilyen picike. Na ez biztos, hogy nem veszünk ki. Laci, nem találom az olajat.
Mindig ezt szerettem, ezt a csokis pehelyeket. $3. Nekem ez volt a kedvencem, ez a rizspehely. Csokis rizspehely. Nem ez volt olyan sok színűbe, színesbe? Nem, ez a csokis rizspehely. Ez Magyarországon mindig ezt tettük vállaljon. Igen? Uh-huh. Ezt soha nem szerettem. Ez a fahéjas. Na, menjünk. Nem találom az olajat. Csak az olaj kell, és már mehetünk. Én megyek itt. Sülyes meresik. Ha tetszett ez a videó, akkor küldjetek nekünk egy lájkot, és írjatok nekünk kommentet. Ja, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Én Evelyn voltam, ti a Van Life Film csatornát néztétek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!